Tataváros önkormányzata a terület és település fejlesztési operatív program nyertes pályázatának köszönhetően több mint 1 milliárd forint 100%-os finanszírozású Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a város csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztésére. A település legjelentősebb és legsürgősebben kezelni kívánt problémagócát a csapadékvíz elvezetés területén az Újhegyi úti vízfolyás és az ennek vízét levezető patak meder és csatorna szűk keresztmetszete jelenti. Az Újhegyi úti vízfolyás a város keleti határába ered. A patak részben nyílt mederben, részben zárt csatornával, a terület mély vonalán haladva éri el a Budapest-Hegyes Halomvasút vonalat. A vonatpálya keresztezését követően a vasúttal párhuzamosan kiépített mederben, a Vasút utcai telkek végében folyik, majd ezt követően a Vasút utca, Vasút köz, Bacsó Béla úton vezetve éri el a Szent István utcát. A csatorna végül a Malompatakba köt be, amely az Általérbe, mint befogadóba vezeti el a vizet. A problémát az okozza, hogy a vasút melletti ároktól induló csatorna vízszállító képessége számottevően kisebb a vízfolyás által szállítandó, mértékadó árvízhozamnál, ezért a vasút melletti árokban nagy intenzitású csapadék esetén jelentős mértékű visszadúzadás tapasztalható. A visszadúzasztás miatt az árokban megemelkedő vízszint a Vasút utcai telkeket elöntve folyik le a területen. További súlyos elöntések jelentkeznek a Gesztenyefasoron és a Szent István utcában is, ahol a meglévő zárt szelvény esélye oly mértékben lecsökken, hogy a csapadék a fedlapokon kilép és a terepesést követve a felszínen folyik le. Az érintett városrész teljesen beépített, családi házas jellegű terület, amelyen a magáningatlanok mellett számos egyéb nagyértékű, megvédendő önkormányzati és állami tulajdonú építmény is található, mint például óvoda. Az elmúlt években a területet számos elöntés sújtotta. Az önkormányzathoz rendszeresen érkeztek lakossági panaszok, amelyekben a csapadékvíz elvezetés problémájának megoldását kérték a város vezetésétől. Tataváros önkormányzata a helyzet rendezése érdekében már korábban elkészítette a szükséges engedélyes és kiviteli terveket. Ezekre a tervekre a Gyarmason-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság vízjogi létesítési engedélyt adott ki. A projekt átfogó hosszú távú célkitűzése, hogy az érintett városrész csapadékvíz kiöntésektől veszélyeztetett utcáiban az esővíz rendezett elvezetésével hosszú távon biztosítsa az itt található értékek megóvását, ezáltal javítsa az itt élő lakosság életminőségét. A projekt konkrét célja, hogy egy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön kialakításra az érintett utcákban, amely vízkárok kialakulása nélkül képes elvezetni a befogadóba az egyszerre lehulló nagy mennyiségű csapadékot is. A tervek szerint a patak meglévő zárszelvényét át kell építeni, hogy a térségben jelentkező elöntések megszüntethetők legyenek. Az új zárszelvény nyomvonalának kiválasztásánál az volt a célkitűzés, hogy a vasút melletti árok vizét a legrövidebb úton a Malompatakba lehessen elvezetni úgy, hogy a csatorna megközelíthetősége is biztosított legyen, az ne a bekerített családi házas területeken haladjon át. Ennek figyelembevételével a tervezett csatorna nyomvonalát a vasút melletti MÁV területén, majd a Gesztenyefasor útburkolata alatt vezetve szükséges kialakítani. Az összetett és hiánypótló projekt megvalósításáról 2022. augusztus 10-én tartottak sajtótájékoztatót a Városházán, ahol Bencsik János országgyűlési képviselő is elmondta a beruházás fontosságát. Az öregek mindig azt mondták, hogy ami most nem jött le, az majd egyszer le fog jönni, és valóban az éghajlatváltozás az abba az irányba mutat, hogy egyre ritkábban, de egyre intenzívebb és nagy mennyiségű csapadékkal kell számolnunk, ami azt jelenti, hogy a meglévő közmű rendszer, árok, rendszerek, csapadékvízelvezető, árkok, akár zárt csapadékvízelvezető nem fogják bírni a kapacitásaikkal. Elmúlt években volt erre példa bőven, éppen ott a Vasút utca térségében, a Gesztenyefasor térségében elöntötte
a lakóterületeket, komoly károkat okozva és félelmet okozva. Az önkormányzat úgy döntött, hogy elkészíteti a terveket, és kerestük a pénzügyi forrásokat, azok meglettek. Sikeres közbeszerzési eljárást követően megszületett a szerződés, de menet közben olyan mértékű áremelkedésre került sor. Itt az üzemanyag területén, aszfalt készítése szükséges bitumen származékok tekintetében, hogy további ráemelésre volt szükség, és megszületett a kormány döntése. Várjuk, hogy a közlönyben ez megjelenjen, egy további 170 millió forintos támogatás, ami lehetőséget biztosít arra, hogy teljes felületű helyreállítással lehessen majd zárni a projektet, tehát a Gesztenyefasor térségében élők is egy teljesen jó állapotú úttal fognak majd gazdagodni, mind a mellett, hogy a sapadékot el lehet vezetni. Itt egy 1 milliárd forintot meghaladó beruházásról beszélünk, egy közel 1700 méteres szakaszon szinte végig zárt szelvényt kell kialakítani, méghozzá nem egy kis csövecskét kell lerakni, hanem egy 1 méter 20 centis, 120 centiméter átmérőjű zárt csapadékvízelvezető rendszer kerül lefektetésre, annak érdekében, hogy az új hegyből lezúduló csapadékvizet teljes mértékben le lehessen vezetni, illetve a városi területen keletkezett csapadéknak a bekötésére és elvezetésére is sort lehessen keríteni. Ilyen nagyságrendű pénzügyi keretek nem nagyon szoktak rendelkezésre állni. Itt kellett a megyei önkormányzat pozitív hozzáállása, bölcsessége is, annak érdekében, hogy a kisebb pénzügyi forrásokat úgy össze lehessen illeszgetni, rakosgatni, hogy Tata városa egy több mint 1 milliárd forintos támogatást nyerhessen. A gyakorlati kivitelezés mellett a projekt különböző szemléletformáló programokat is életre hívott. Ennek egyik kiemelt találkozási pontja egy szakmai konferencia volt, ahol neves, a témában elhivatottan tevékenykedő előadók tartottak prezentációt a víz fontosságáról és a természeti értékek megóvásának kérdéseiről. Az Általés Szövetség közgyűlését is ma tartjuk, konferenciát megelőzően, és a konferenciát éppen azért ilyen kettes, hármas szervezésben hoztuk létre. Az Általér Szövetség, a megyei, vármegyei önkormányzat, illetve az önkormányzatnak, a vármegyei önkormányzatnak a fejlesztő cége, amelyik együttműködött velünk ebben a projektben. A célunk az volt, hogy egy olyan konferenciával, lassan az zárásához közeledik ez a fejlesztésünk, egy olyan konferenciával erősítsünk rá erre a feladatra, hogy mindannyiunknak teljesen egyértelmű, hogy a legfontosabb a víz az életünkben, a levegő mellett, meg a másik ember mellett, de hogy egy nagyon-nagyon fontos dologról van szó, és ennek a tisztaságának, a mennyiségének, a biztonságának a megőrzése közös feladatunk, közös célunk. Ezért egy olyan konferenciát tettünk mellé, amelyben egyrészt szó lesz tatai forrásokról, Tata vizeiről, az Általér vízgyűjtő területéről, fejlesztési lehetőségekről, sőt, a kistelepülésekre is gondoltunk, és egy kistelepülési polgármester arról fog beszélni, hogy hogyan lehet kicsiben is a vízmegtartást megvalósítani, hogyan lehet azt elérni, hogy amennyi víz a település területén esik le, azt ott is tartsuk meg. Ugye az a gyakorlat valósult meg, hogy aki csak teheti, kivezeti gyorsan az utcára a saját telkéről a vizet, majd utána a csapból locsolgatja a füvét. Tavalyi esztendőben a város nagyon sok vízgyűjtő edényt osztott ki azoknak, akik a házuk előtt rendben tartják a közterületet. Ezt szeretnénk az idén is folytatni. A másik jó hírem pedig az, hogy az idei esztendőben a megyei önkormányzatnak, vármegyei önkormányzatnak köszönhetően, a magyar kormánynak köszönhetően, Bencsik Jánosnak is köszönöm, egy újabb nagy pályázatot nyertünk, aminek két ütemre bonthatóan 1,4 milliárd forintot fogunk elkölteni a további forrás kérdéseknek a kezelésére, Május egy út, Kazincbarcikai út környéke, Új út környéke, a vízmegtartó rendszerek továbbépítésére, illetve ahol szükséges, ott pedig az elvezetésére, de amennyire csak lehet, ennek a gyakorlatnak a mentén dolgozunk, hogy tartsuk itt a vizet Tatán, a karszt rendszerünkbe további sok-sok beszivárgást meg tudjunk mi is segíteni a munkánkkal.
mai napi nagy kérdés, hogy a Cseketó vizével mi van. Ott is a feltöltést elindítottuk az Öregtóból, olyan mennyiségű víz van most már az Öregtóban, most ennek a sok esőnek köszönhetően pláne, hogy ott is igyekszünk. Azt reméljük, hogy a Bai vízfolyásból is most a sok csapadék miatt további vizek folynak. Tehát egységesen kezeljük ezt az egész rendszert, és ezt szeretnénk egy olyan konferenciával most megerősíteni, ami a tudásunkat is bővíti, illetve azokat a kérdéseket veti fel, amire meg nekünk még válaszokat kell találni. A konferencián többek között Music László, az Altener Szövetség szakmai igazgatója is felszólalt, aki ismertette az Egyesület eddigi természetvédelmi törekvéseit, illetve a jövőt érintő tervek is fontos szerepet kaptak az előadásában. Én úgy gondolom, hogy minden évben igyekszünk egy picit lépegetni, hát a lehetőségeinkhez mérten. Az Öregtó ügyében, ugye tavalyi évben igyekeztünk a vízügyi igazgatósággal közösen egy nagyobb csomagot kidolgozni, úgyhogy az várat magára a kormányzati vonalon, reméljük, hogy előbb-utóbb abból is újabb rehabilitációs projekt lesz. Most idén, illetve az elmúlt évben két kisebb projektet igyekeztünk megalapozni. Ugye mindig az álmodozással kezdődik, és most az Öregtó, a tófarok rekonstrukció kettes ütemet készítettük elő, ez az úgynevezett Laguna projekt. A másik pedig a réti halastavak rekonstrukciója, ott 7 tóegységnek a teljes rehabilitációja és a tanösvény élményparkká alakítása, ezt kezdtük előkészíteni. A Gerecsen a Turpark ügyét is előre vittük, 10 éve létesült a Gerecsen a Turpark, és ennek alkalmából megjelentettünk egy nagyon szép fotóalbumot a Naturpark legfontosabb értékeiről, hagyományairól, kulturális vonatkozásairól, és hát nagyon sok ismeretterjesztő előadást tartunk, akár mondhatom itt a fényes tanösvényen a szakvezetéseinket, másrészt pedig a különböző iskolai és egyéb közösségekben az előadásainkat Gerecsen Naturparkról, vizekről, forrásokról, madarakról. Újabb lépéseket szeretnénk tenni. Itt nagyon sok részletkérdés kell, például a Laguna projekt kialakítása ügyében. Ott a geodéziai felmérés már megtörtént. Nagyon szeretnénk, hogy a vízjogi engedélyezési dokumentáció terén is előre tudjunk lépni. A réti halastavak vonatkozásában szintén ezek várnak ránk. És hát a Naturpark ügyében is nagy terveink vannak, hiszen a Gerecse Naturpark 29 települése mellé szeretnénk további 4 tagot felvenni, úgyhogy ennek is zajlik az előkészítése. A szemléletformáló program nem titkolt szendéka, hogy a szervezők minden generáció figyelmét felhívják a természetvédelem és az így kapott értékeink fontosságára. Ennek érdekében a legnagyobb kincsünk a víz, Tataváros csapadékvíz elvezetésének fejlesztése című kezdeményezés többrétű programból épült fel. A mai nap programja tulajdonképpen egy másfél éves munkának a záró rendezvénye. A Tatai vízrendezés projekthez kapcsolódó szemléletformáló eseménysorozatot zárjuk a mai konferenciával. A másfél éves munka során igyekeztünk minden korosztályt megszólítani Tatán, az óvodások, általános iskolások, a családokon át egészen a nyugdíjas korosztályig. A projekthez kapcsolódó szemléletformálás célja, hogy a vizek helyben tartásának fontossága, a vizek védelme, a felszíni vizek megóvása, illetve a víztakarékossághoz kapcsolódó hasznos és praktikus információk is eljussanak a lakossághoz, és beépüljenek a mindennapokba. Igyekeztünk a polgármester úrral olyan előadásokat és olyan előadókat választani, akiknek egyrészt szoros kötődésük van Tatavárosához, másrészt pedig kiemelkedő szakmai tekintéllyel bírnak a témában. Lesz szó általánosságban vízvédelemről, Ramsari egyezményről, illetve lesz szó a további fejlesztésekről, amik megvalósulnak Tatavárosában. Olyan fejlesztésekről is hallhatunk, amik egyszerre szolgálják a környezetvédelmet és a turizmust.
illetve a konferenciának a záró programja pedig a rajzverseny eredmény hirdetése lesz. Itt egy hónap állt a kisdiákok rendelkezésére, hogy a vízvédelemhez kapcsolódó alkotásaikat hozzánk eljuttassák. Nagyon jól sikerült a rajzverseny, több mint 178 alkotás érkezett be, és igyekeztünk gyakorlatias és hasznos díjakat kitalálni a jelentkezőknek. Többek között az első helyezettek esővízgyűjtő tartályt kapnak, környezetvédelmi, vízvédelmi társasjátékokat, és minden díjazott megkapja a Kékbolygó Alapítvány vízvédelemről szóló könyvét. Egy négyfős család napi átlag vízfogyasztása akár a 600 litert is meghaladhatja, amely felelőtlen túlfogyasztás a föld édesvízkészletét veszélyeztető tényezők egyike. Tataváros önkormányzat munkájában kiemelt szerepet tölt be a szemléletformáló akciók és lehetőségek biztosítása a településen. A helyszínen így az idei évben is meghirdettek egy esővízgyűjtők beszerzésére kiírt pályázatot, amely részeként 146 pályázó kaphatott díjmentesen tartályokat. A kezdeményezés és már a tavalyi esztendőben is sokak érdeklődését felkeltette, így 2023-ban már több megkeresés érkezett a lehetőséggel kapcsolatban. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon jó ötletnek tartom ezt a pályázatot az önkormányzat részéről. Egyrészt azért, mert takarékosan tudunk öntözni, tehát nem az értékes ivóvizet használjuk az öntözésre. Másrészt pedig azért, és hát szerintem nem árulok el titkot, hogy a tatai medence alatt található ivóvíz készlet az kemény víz. Az öntözéshez pedig lágy vízre van szükség, ráadásul és az eső ilyen, ráadásul amikor esik az eső, a légkörből, illetve a tetőről is hasznos szerves és szervetlen anyagokat gyűjt össze. Úgyhogy mindenképpen ajánlotta az esővízes öntözés. A projekt részeként a lakosság, főleg az érintett terület ingatlan tulajdonosai az árok takarítás szerepéről is tájékozódhattak. Azt hiszem senkinek nem kell bizonyítani, hogy az árkok, vízfolyások, vízelvezető csatornáknak a rendben tartása miért fontos, hisz látható, kicsit megbolondult az időjárás, sokkal hirtelenebb esők vannak, úgynevezett villámárvizek, amelyeket normál esetben egy normál csapadékos időszakra létesült árok nem tud egyszerűen kezelni, és ebből alakulnak ki, hogy ezek a túlcsordulások. Természetesen lehetne méretezni olyan méretűekre ezeket az árkokat, ami villámárvizeket is kezelni, de ez meg olyan aránytalan és igazából gazdaságtalan beruházás lenne, rengeteg területet is elvenne, amit sehol a világon nem gyakorolnak. A jó megoldás az lehet, hogy a megfelelően kialakított árkokat, vízelvezető és csapadékvezető rendszereket rendszeresen karbantartjuk, és úgy kezeljük, hogy mindig, minden pillanatban alkalmas legyen az elvezetésre. Ezeknek alapvetően a kialakítása az vagy a hatóságok, vagy az önkormányzat, de semmiképpen nem a lakosság feladata, hangsúlyozom, ez a kialakítása. Viszont a karbantartása azoknak a vízfolyásoknak, különösen a utcákon lévő árkok, átereszeknek, amely a lakosság magánterülete és az út között van, az viszont közös felelősség. Itt alapvetően a napi szintű karbantartás, a rézsüknek a kaszálása, a kaszáléknak az elhelyezése, az átereszeknek a tisztán tartása, ez bizony a lakosságnak is a kötelessége, sőt alapvetően az ő kötelessége. Nem mondom, hangsúlyozom, ez egy közös történet, az önkormányzatnak biztosítani kell a jó karban lévő megépítését, adott esetben a javítását, a cseréjét az átereszeknek, de a napi szintű karbantartását azt viszont a lakosságnak kell ellátni, és ha így közösen tudunk együttműködni, akkor azt gondolom, hogy sokat segítünk, hogy ne alakuljanak ki olyan villámárvizek, kellemetlenségek, amelyek egyébként pedig mindenkinek fájnak. Ha vannak olyan bejelentések, vagy olyan problémák, ahol kialakulnak ezek a veszélyhelyzetek, akkor természetesen megkeressük az érintett lakókat is, vagy utca lakosait. De direkt ilyen jellegű tájékoztatás nincsen, hogy kérjük, tegye meg. Viszont úgy látjuk, hogy szükséges, pont azért, mert tényleg Tatát is az elmúlt egy-két évben ért el olyan villámárvíz, amelyre nem számítottunk egész egyszerűen. Tehát úgy látjuk, hogy
az utcáknak a védműveinek a karbantartására sokkal több energiát kell fordítanunk, mint ahogy ezek a pályázatok ezt szolgálják, és azt gondolom, hogy ezek keretében az érintett szakaszokon mindenkit meg kell találjunk, és felkehívjuk a figyelmét, hogy ez egy közös feladat és egy közös felelősség. A projekt során kiemelt szerepet kapott a lakosok folyamatos tájékoztatása. A helyi média, így a Tatai Televízió és a Körzeti Televízió Tata is naprakész információval szolgálta ki a helyieket, mind a fejlesztés aktuális folyamatáról, mind pedig az esetleges forgalmi rendváltozásokról. A fejlesztéssel kapcsolatos hírek a televízióban, valamint az online platformokon is jelentős felületeket kaptak. A beruházás harmadik és egyben utolsó üteme 2023. júliusában lezárulhatott. Ekkor Páli Gábor, a Támép Kft. Ügyvezetője számolt be a kivitelezési munkálatokról. A kivitelezés elég sokrétű volt, összetett, ugyebár itt a projektnek a fő célja az a csapadékvízelvezetésnek a megoldása volt. Ehhez kapcsolódóan egy nagy átmérőjű csapadékcsatornát fektettünk le végig a Gesztenye fasoron és a Vasút utcán. Hát a projektben eleve elég nagy gondot jelentett, hogy egy nagy átmérőjű csatornával haladtunk, elég sok közmű keresztezésünk volt, nem minden ott volt, mint ahol tervezve volt, szóval adott sok probléma, de azért a kivitelezés során elég jól sikerült ezeket kezelni. A közműszolgáltatók mindenki részéről megkaptuk a segítséget, a pozitív hozzáállást, hogy haladjon a projekt, ezért ilyen komolyabb akadály nem volt. A csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódóan, miután lekerült a csapadékcsatorna, akkor ugyebár ehhez kapcsolódóan a útburkolatok és a környezet helyreállítása történt. Ezeket a munkákat végeztük el már itt a elmúlt hetekben. És látszik is, hogy ez, ahol a nyomvonalon érintett volt az útburkolat a teljes szélességben, új aszfaltburkolattal lett ellátva, vízelvezés ki lett építve. És a múlt hét folyamán a csatorna most már a új rendszerre át lett kötve. Reméljük, hogy ezáltal itt a Vasút utcában és a Szent István utcában, meg ezen a területen tapasztalható elüntések azok megszűntek, és a projekt elérte a célját. A projekt szinte kész van, még ilyen apró simítások, kis tereprendezések, ilyen kis apróságok még folyamatban vannak. A projekt megvalósításához még a kiemelten fontos volt a forgalomtechnika, ugyebár itt érintették az egyes utat, a vasútállomás megközelítését, szóval azért szeretném ezúton megköszönni a területen élőknek és az itt közlekedőknek a türelmét, hogy a kivitelezés alatt komolyabb fennakadás probléma nem volt, és türelemmel viselték a munkálatokat. A beruházás utolsó ütemében tehát a legfelső aszfaltréteg is felkerült a Gesztenye fasoron lévő útburkolatra, így az újból használhatóvá vált, mind a személygépkocsik, mind pedig a helyi autóbuszjáratok számára. A Gesztenye fasor Bacsó Béla út kereszteződésében, ahol új útburkolatot kapott a gyalogátkelő is, és a Vasút utcában is lezárultak a munkálatok az aszfaltozással, továbbá az érintett területek tereprendezése is megtörtént. Ezzel a csapadékcsatorna üzembeállításával a kivitelezés a végéhez ért. Tulajdonképpen még 2021-ben nyerte el a Tataváros önkormányzata a települési operatív fejlesztési program keretében azt a pályázatot, ami lehetőséget adott itt annak a régóta fennálló és nagyon komoly problémát okozó vízelvezetési helyzetnek a rendezésére, ami az Újhegyi úti vízfolyással függött össze, illetve azzal, hogy az itteni csapadék csatornának a keresztmetszete nem bírta el azt a jelentős megterhelést, amit különösen a mostani időszakban egy-egy alkalommal hirtelen lehulló, intenzív villámárvizek okoztak itt. És gyakorlatilag a tavalyi esztendőben, 2022 nyarán kezdődött el ez a beruházás. Akkor a Malompatak felől kezdték meg a munkálatokat, és haladtak végig Gesztenye fasoron keresztül, Bacsó Béla úti kereszteződésen át idáig a Vasút utcáig, illetve a vasút vonal mentén végezték el a szükséges beavatkozásokat, és fektették le azt a jóval nagyobb átmérőjű csapadékvíz elvezető csatornát, ami most már lehetőséget biztosít arra, hogy az ingatlanok, amik itt a környéken vannak, és több alkalommal elöntés alá kerültek, azok biztonságosan megmaradhassanak. Ugye nagyjából egészéből olyan 1000 tatait érint, akik itt élnek a Vasút utca, Gesztenye fasor, illetve a Szent István utca környékén.
és körülbelül 250 olyan ingatlan van, amit ezáltal meg tudunk óvni, illetve egy önkormányzati óvoda is, a Geszti óvoda ezen a területen található. Tehát látható, hogy egy nagyon komoly értéket próbálunk védeni attól, hogy az évente néhány alkalommal hirtelen lehulló nagy csapadékmennyiség az bármiféle kárt okozzon ezen a területen. És hát az egy külön öröm ennek a csatorna beruházásnak a nyomán, hogy nem csak maga a csatorna, hanem az az útfelület is megújulhatott, ami egészen ugye a Gesztenyefasornak a Zrínyi utcai kereszteződésétől idáig a vasútállomásig, illetve a Vasút utcának az első szakaszáig terjed. És emellett pedig még azok a zöld felületek is megújultak, amik itt találhatók ennek az útszakasznak a mentén. Illetve ahogy korábban beszámoltunk róla, ugye új gyalogátkelő helyet kapott a Zsigmond utca, Gesztenyefasor kereszteződése, és megújulhatott itt a Bacsó Béla úton is, a Gesztenyefasor Bacsó Béla út kereszteződésében egy szintén régóta felújításra váró gyalogátkelő. Gyakorlatilag a múlt hét, illetve a megelőző hét alkalmával itt lezárultak a munkálatok, úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a körülbelül egy évig tartó türelmet. Közlekedésben ugye többször volt itt átszervezés, többször volt itt útlezárás, útszűkítés, forgalomszabályozás, tehát nagyon sok olyan befolyásoló tényező volt, ami a közlekedésben résztvevőket akadályoztatta, és hát ugye a busz közlekedés is változott, hiszen nem a megszokott vonalon járhattak a helyi járatok sem. Most ez is helyreállt, és nagyon bízunk abban, hogy a továbbiakban valóban rendeltetésszerűen fog működni ez az új csatorna, és nem kell tartaniuk majd az itt élőknek attól, hogy az udvarukon, házukban vagy az utcájukban elöntések keletkeznek az esőzések alkalmával. Abban is bízunk, hogy a következő időszakban lesz alkalmunk kipróbálni, és azért itt a nagy nyári meleget egy-egy komolyabb esőzés is majd enyhíteni fogja, és akkor megláthatjuk, hogy hogyan működik a gyakorlatban ez az új csapadékcsatorna. Hozzá kell tennem, hogy szemléletformáló program is kapcsolódott hozzá, úgyhogy a Jászmin utcai iskolában, a Gesztenyefasorban, a Geszti óvodában lévő gyermekek is részt vehettek ebben, interaktív foglalkozásokon, illetve rajzpályázaton vettek részt, és még ezen kívül egy konferencia is kapcsolódott hozzá még májusban, Jarista rendházban. Ez zárta gyakorlatilag ezt a kicsi programsorozatot, ami ehhez a projekthez kapcsolódott. És el kell mondani, hogy végül is az összeg, amiből megvalósulhatott, az 1,2 milliárd forintot közelítette. Ennek körülbelül 1 milliárd forint volt az, amit teljes mértékben uniós forrásból fedezett a város, illetve Bencsik János országgyűlési képviselő kezdeményezése nyomán a kormány körülbelül 170 millió forint többlet támogatást biztosított még ehhez a projekthez. Köszönjük nekik is a segítségüket. A munkálatok zárásaként a Zrínyi utcától a Gesztenyefasoron át a Vasút utcáig és a vasúttal párhuzamosan megtörtént a kivitelezés során érintett területek zöld felületeinek helyreállítása is, patkarendezéssel, humuszolással és intenzív növénytelepítéssel. A vasútállomás felé vezető út rezsőjébe 27 darab díszgalagonyát ültettek ki. Az ősz folyamán fák ültetésével fog zárulni a projekt ezen része.